Jobb minőségű kenyerek és pékáruk készülhetnek, változtak ugyanis a magyar élelmiszerkönyv szabályai. Pontosítja a leírás és meghatározza például a rozskenyér kötelező rozsliszt tartalmát, vagy a keverék kenyerek elkészítési módját is. Egy évben átlag 73 kg kenyeret fogyaszt egy magyar felnőtt. Az emberiség legősibb tápláléka töretlen népszerűségnek örvend hazánkban, sőt az utóbbi években egyre nagyobb a választék a pékáruk között is. Sokan vásárolnak rozsos, többmagvas vagy gluténmentes kenyeret, és keresik az egészen újfajta termékeket is. Az új előírást üdvözlik a pékségek, hiszen egységesen minden sütőipari cégnek be kell majd tartani az összetevőkre vonatkozó előírásokat. A Magyar Pékszövetségnek már régóta a terve között szerepelt, hogy egy egységes tájékoztatást kapjanak a vásárlók a sütépi termékeknek a vásárlása kapcsán. Ezt sikerült elérnünk az élelmiszerkönyv változásával, amelyet ugye a parlament már márciusban elfogadott. Brüsszel is jóvá hagyott, és a napokon belül életbe fog lépni ez az élelmiszerkönyv változása, amelynek legfontosabb eleme az, hogy tájékoztassuk a vevőket, a fogyasztókat arról, hogy az adott terméknek milyen az összetétele, milyen a súlytömege, hiszen fontossá vált az is, hogy 2500 grammal oszható legyenek a termékek, ezáltal a különböző tükröket, hogy 90 dekás, 70 dekás kenyereket gyártottak, ennek a lehetősége is meg fog szűnni. És valóban ízletesebb lesznek a kenyerek, hiszen az eddigi 15%-os rozsliszt helyett most már minimum 30%-os rozsos kenyeret kell majd gyártaniuk a pékeknek, rozskenyér pedig fölmegy 60%-ra is, tehát ezt érezni kell majd a vásárlóknak, ezt követni kell a gyártóknak, és nagyon fontos az, hogy a kereskedők is tájékoztassák a vásárlókat, hiszen nekik is érdekük, hogy minőségi terméket kapjanak, valóban az a termék benne legyen az alapanyag a termékbe, amely az előírásnak megfelel. Szabályozásra kerültek azok a termékek is, amik eddig nem voltak szabályozva. Így például a teljes kilőségű termékeknek az összetételét is szabályozza az élelmiszerkönyv, a különböző kukoricás, magvas termékeket is előírja az élelmiszerkönyv, hogy milyen arányban kell szerepelni, és azt gondolom, hogy ezzel azok, akik ezeket a szabályokat nem tartották be, és az élelmiszer biztonsági felület is ellenőrizni fogja, ez egy olyan hatással fog szerepelni, hogy a vásárlók fogják ennek az örömét érezni. Jellemző volt egyébként, hogy bizonyos cégek trükköztek az összetevőkkel? Valóban jó magam is tapasztaltam, illetve ellenőrökkel, hogy volt olyan pékség, ahol rozskenyeret gyártottak úgy, hogy nem is volt rozsliszt az üzembe. Tehát nyilván ezeket ki kell, hogy szorítsuk a piacról, és ennek is célja, hogy ezek azok a termékek minőségiek legyenek, és a fogyasztók ezt élvezik. Milyen arányban készítenek, gyártanak a sütőipari vállalkozások fehér kenyeret, illetve rozskenyeret, sokmagvas kenyeret? Ma már tudjuk, hogy elég széles a kenyérfajtákból és a sütőipari termékekből a választék. Igen, valóban több mint 60 féle terméket tudunk már megköztetni a kenyereknél. Előtérbe kerültek az utóbbi időben a úgynevezett az hagyományos termékek, a hosszú kovásszal, élesztővel, rozslisztel készült termékek és a magvas termékek, amely nyilván az egészséges táplálkozás irányába hat. Ezeknek az előállítása költségesebb esetleg? Nyilván ezeknek az aránya magasabb, hiszen ezek az alapanyagok nagyobb értéket képviselnek, de azt hiszem az élelmiszerkönyv változásának nem ez volt a célja, hogy áremelkedés generáljon, hanem az volt, hogy a lakosságot tájékoztassuk. Én úgy gondolom, hogy nem is fog bekövetkezni ezzel kapcsán élelmiszer árváltozás. Hogyha a tájékoztatási oldalát nézzük, akkor lesz-e valami szabvány, címke arra vonatkozóan, hogy hogyan kell feltüntetni majd a kenyér összetevőket? Igen, mintegy 6 hónapot kaptak a gyártók arra, hogy a régi címkéket, a gyártmánylapokat a csomagolóanyagokon lecseréljék, és újakat gyártsanak, tehát ezen nyilván föl lesz tüntetve, de igazából a kereskedők, a vevők tájékoztatását kell majd szem előtt tartani, és azt hiszem ennek a sajtónak és a érdekképviselői szervezetnek is nagy szerepük lesz, hogy tájékoztassuk a vásárlókat, hogy milyen lehetőségeik vannak. Mennyire elterjedt az, hogy a kenyérféléknél, a sütőipari termékeknél a fogyasztói magatartás megváltozott, vagy tudatosabban választanak, illetve vásárolnak az emberek? Igen, volt egy időszak, amikor nagyon sok
otthoni kenyérsütés vezetett be a piac, de azt hiszem rájöttek az emberek, hogy olyan kenyeret nem lehet gyártani otthon a géppel, mint amit a nagy sütőipari üzemekben gyártanak, hosszú technológiával, szakemberekkel, és úgy gondolom, hogy ismét előtérbe kerültek a hagyományos termékeknek az ízei, és ez úgy gondolom, hogy a vásárlóknak is az örömét fogják szolgálni, hogy ízletesebb kenyeret vásároljanak meg süteményeket. Ahhoz, hogy minőségi legyen egy sütőipari termék, szükség van-e technológiaváltásra, különböző technológiai fejlesztésekre? Mit látnak most a sütőipari vállalkozások? Nem, nincsen szükség a változással kapcsolatosan. Nagyobb odafigyelést igényel az nyilván a pékektől, jobban kell figyelni, jobban megfigyelni az alapanyagok összetételét, és ugye december 13-án lép életbe a tápanyagérték számítással kapcsolatos tájékoztató. Ez is azt fogja szolgálni, hogy a vevőket tudjuk tájékoztatni a tápanyag összetételevel kapcsolatosan is.